miután megalázta a Lannister házat azzal, hogy visszautasította a házastársi viszont Rhaegar és a Cersei között. Igen. Mi volt a második sértés, amit a Mad King a Tywin felé intézett? Igen. A Aerys a tehát a Mad King. Igen. Ő Jaime-t választotta a Kingsguardnak az élére. A Aerys eltávolította a Tywin-t, mint a nyugat védelmezőjét, vagy Aerys lefekült Tywin feleségével, Joannával. Tehát Jaime a Kingsguardban, Tywin már a nem Jaime a Kingsguardban, mert ezzel elvette az örökösét. Így van. Hogy mondod azt, hogy boszorkány Dothrakiul? Ú, de szép! Így van. Leesett, amit és dobtál. És ez két pont, már hogy kérdés nélkül. Leesett, amit fel. Én a tövis királynőt kijátszanám. Ennek a széknek azt tudja, hogyha valaki lerak egy markert a táblára, akkor te is ugyanoda rakhatsz egy ugyanolyat. Milyen színű volt? Kapsz egyet. Ott van, nézd, ott van. Ja. Tűha. Köszönöm. Ez megint mi történt? Egy... Kijátszottam a tövis királynőt, aki azt tudja, hogy ha lerak valaki egy markert a táblára, akkor te ugyanoda lerakhatsz egy ugyanolyat. Úgyhogy oda raktál egy lovacskát, és én is oda raktam egy lovacskát. Köszönöm, hogy oda raktál egy lovacskát. Így bebiztosítva, hogy az az enyém legyen. Mehetünk, Dávid? Remek. Ez a játék kezd egy összehetően. Ezt az ördögi kacsáit be lehetne vágni 5 percenként a videóba. Jól figyelj, Dávid. Jó. Hé! Bocs. Hey! Bocs. Hey! Nem a kaci ellen megyünk? De hogy megyünk a kaci ellen? Hát mondjuk ide lerakhatnád a kettest. Vagy ide, és aztán majd mellé raksz még egyet. Igen, az gyanús. Bármit ide raksz, kacis letakarítja. Jó, tudom. De legalább levetted ezt. Mondjuk, ez nem hülyeség. Jó. Hát, ha tudsz válaszolni. Igen, tehát, hogy még véletlenül sem legyek második, vagy bármi ilyesmi, tehát ne legyen két területen semmiképpen, hanem nyeressük meg Wikivel. Nem, ez a tiéd lesz, hogyha le tudod venni. Le fogja takarítani onnan, Kaci, a tiédet is, és az enyémet is. A tiédnek nagyon örülök most már. Na, azt mondja, hogy... Nekem azért kell ide jönnöm, mert ha szerzek 2 vizét, akkor meg tudom venni Jon Snow-t. Igen. Ez nem, mondjuk jogos? Ez nem hülyeség. Oké, szerinted, amire a Kaci azt mondja, hogy jogos, szerinted az az előnyödre szolgál? Szerinted, amire te azt mondja, és az az előnyömre szolgál? Szerintem nem mind a ketten teljesen undorító, saját érdekekből táplálkozó. Viktória, te is marhára a saját malmodra hajtod a vizet, úgyhogy na. Ez ilyen, anya, ez a tökéletes trónok harca életérzés, hogy az előbb még mind a ketten súgták Dave-nek a válaszokat, most már, aha, takarodj az anyádban, ne az én területemet foglald. Most megint ott lesz egy lesúgás, aztán majd utána Maci szúrja hátba Dave-et. Micsoda, dehogy szúr. Daenerys. Igen, várjál. Mi össze tudunk úgy dolgozni, hogy te elmozgatsz tőle dolgokat, ugye? Uh-huh. Jól van. Szóval, Daenerys azt mondja Ser Jorahnak, hogy mondjon egy kifejezést Dothrakiul. Aha. De azt mondja, hogy ez a bizonyos kifejezés a Dothraki nyelvben nem létezik. Igen, mert megvan a jelenet. Nem tudom mi az, de szerintem az alapján tudni fogom, kushoz végig. Ez a bizonyos Dothraki nyelven nem létező frázis a szeretlek, a sajnálom, vagy a köszönöm. Ó. Az a baj, hogy ameddig...
köszönet volna ki belezlek. Köszönöm. A köszönömet választom. A válasz helyes. Szép munka. Igen, mert hogy meg akarta köszönni a lovat. Igen. Azt mondja, hogy amikor Sansa Stark bemutatkozik Cersei-nek, igen, akkor a királynő még Winterfellben van az elején. És azt mondja neki, de csönd, maradjál csöndben, légy szíves. Igen, hogy mi az, amit megdicsér Cersei. Tehát mi az a dolog, amit megdicsér. Ez Sansa babája. Aha. Ez Sansa haja. Igen. Vagy Sansa ruhája. Ruhája. Így van! Nagyon jó! És nem történt semmi segítség. Nagyon jó vagy. Azért, mert erre a kettőre pont emlékeztem, és ezzel megvásárolom Snoke. És... Snoke? Ő mit tud? Amikor a köröd végén, hogyha rosszul válaszoltál, akkor is lehelyezhetsz egy pacit valahova. Nagyon jó. Jó, és a helyére jön Jamie Lannister, aki azt tudja, hogy a köröd elején rákényszeríthetsz valakit arra, hogy a kezében lévő lapját azt a pakli aljára helyezze. Tehát eldobhatsz effektíve valakivel egy lapot. Mármint, ez még lapot? Egy kör. Ilyen lapot. Szóval, úgyhogy minden rendben van. Hogyha most ebbe a körbe azt meg tudom venni, akkor, figyeljetek, akkor a következő körben el tudom vele dobatni azt a lapot, ami innen letakarít, és akkor én le tudok oda tenni egy kettes pacit, és úgy nem az övé lesz. De igen. Most, hogy ezt hangosan elmondtam, most fogja letakarítani. Igen, mert hogy egyetlen egy ilyen aranytallér kell neki ahhoz, hogy meg tudja vásárolni ezt a rohadt lapot. De várjál, mert még Macia. Jövök. Jó, de a Kaci olvassa a kérdést. Maci, neked mire van szüksége? Csak egy két kardra, ugye? Két kardra. Én segítek neked kétszer is. Ja? Ez nem úgy működik. Bátor gyermek. A kard jobban kell. Együtt vagyunk. Tud. Veled vagyunk. Amikor Eddardot elárulják a Lannisterek, és elfogják az aranyköpenyesek, akkor ki az, akit elküldenek, hogy gyűjtse be Sansa Starkot? Ez Kisúj, ez a Hound, tehát a Vérebb, vagy Varys? Ez Kisúj. Kisúj az, aki megmenti. Vérebb! Mi hülye vagyok, úristen! Basszus! Hát ebben jól belesételtem. Basszus, de hülye vagyok! Aha. Próbáld meg úgy, hogy ne legyen benne a kérdésedben a válasz. Az általában sokat segít. A segítő tornáján igen. Lord Baelish feltesz 100 aranysárkányt arra, hogy a hegy meg fogja verni a viráglovagot. Uh-huh. Ki az, aki hát ebben a fogadásban az ellenfele? Uh-huh. Sandor Clegane, Renly Baratheon, vagy Robert Baratheon? Robert. Nem! Renly, hát ő a szeretője a viráglovagnak! Tényleg. Yes. Retardált vagyok. Hála az égnek. Hú! Utolsó előtti kör. Figyelj, akkor mit kell csinálnom, segítsetek? Válaszolni helyesen a kérdésekre. Egyébként Esztinit elveszem tőle, az egész biztos. Akkor mi lenne, ha ide rámennék egy kettessel, és a következő körbe oda teszek egy kettest? És akkor ezt elvettem tőle. Az jó terv? Azt is lehet. Bár hogyha végképpen akarjuk szopatni, akkor Maci egész egyszerűen minden cuccát egy helyre tudja pakolni ide. Nice! Na jó, azért akkor rámegyek a B-tervre, jó? Ezt elmondom meg kettővel. Jó. Ja. Vagy gondoltam, hogy jó.
újat, vagy mi? Ne az elsőt olvas. Jó. Hűha. A Jorah Mormont a Robert Baratheon a kémjeként, lehet igazából a igen. Small Council kémjeként, ki az, akinek reportolt, akinek beszámolt a dolgokról, amiket kiderített. Fel? Lord Varys, a Grandmaster Pycelle, vagy Littlefinger? Varys? Igen. Varys. Mit kapok? A kimondta ezt, és ezt angolul fogom, mert nem, fogom, nem tudom, hogy volt. Magyarul. Love comes in at the eyes. What? Maci, tudod? Nem. Te nem. A Jiqui. Jiqui? Jiqui? Liquid? Szerintem Jiqui. Jiqui? A Dorea, vagy Iri? Vagy Jiqui? Valami ismi. Van egy 33%-os tippem. A Dorea lesz az, mert ezt akkor mondja, amikor rájdolja. A Dorea. Ő az. Ő, mert ugye ő tanította szexelni. És akkor most megveszem a Jamie-t. És Jamie-vel mit tudsz? A kezdetekor... For someone to place one of his or her favorite egyik cards. Egyik lapot, egyik azt lapot eldobhat. Egy lapot eldobhat valakitől. The bottom of the deck. Tudod, mintha a kezét venném el. És helyette pedig Arya Stark érkezik. Ami fel tudsz használni egy olyan képességet, amin egy... ez egy ilyen infinite. Igen, igen, tehát... Tök felesleges mind a kettő. Hát nem, mert az egyik helyi, egyiket amikor megveszed, akkor nyilván a helyére jönni fog valaki. Hm. Szóval például, ha ő lett volna fönt, meg Jamie, akkor elég lett volna őt megvenni, ja. Jamie tudtad volna. Jó lett volna, de most már mindegy. Nos. Én jövök. És én ide jövök. De hogy lettem én a Red Bass Sandwich amúgy? Én ezt szeretném tudni. Szerintem te a gennyes kis vagy. Baj, most szerintem le fog innen takarítani. A szar úgy letakarítanak onnan. De várjál. Ha letakarítasz onnan, akkor lehet, hogy nekem jobban megéri, ha csak leszarom, takaríts. Várjál. Te fogsz jönni, ugye? Hát még majd Maci elő. Aha, nincs. És te neked mi a pontosan, mi a képességed? Ez azt tudja, hogy levehetek magamtól egy markert, és valaki mástól két ugyanolyat. Ez meg azt tudja, hogy amikor valaki rosszul válaszol, akkor az összes markerét letakaríthatom erről a két helyről. Vagy ennek a két helynek valamelyik csak akkor, ha rosszul válaszol. Igen. Ah. Ezt elfelejtettem. Ja, tök mindig, mert te itt már nem leszel. Mert? Jó. Na, yes, mert az első kérdésre letakarítom ezt a kettőt. Okay. Az alábbiak közül melyik színész nem játszik a Game of Thrones-ban? Jó, egyetlen embernek se tudom a nevét. Tom Hanks. Edison Tolett, Ivan Rion, vagy Ian Glen. Azt tovább, ezt még én sem tudom. Azt hittem mind a három. Mind a háromhoz tudtam arcot párosítani. Tehát az alábbia közül melyik nem egy színész neve? Ez ugye a második. Ez a második kérdés, igen. Biztos? Tuti. Biztos? Tuti. Teljesen biztos? Nem, akar, nem lehet, hogy egyetlen az elsőt olvastad most? Nem. Jó. Én csak kérdezem. Még egyszer, ne haragudj. Az alábbiak közül melyik jó, nem egy színész a neveket. Neve? Edison Tolett. Igen. Ivan Rion, Ian Glen. Edison Tolett. Ő az. Nagyon jó. Tényleg? Igen. Wow. És a második kérdésed pedig, hogy... Most már majd... A rendező... Ezt vissza fogom olvasni, mert most már azt is kinézem belőlük, hogy annyira csalnak, hogy bármire mond, és... Igen, igen, az lesz a helyesen. Így bedugja a lapot, így a húzó aljára, így. Daenerys Targaryen hány nyelven beszél? Egy. Kettő. Három.
Vagy egy sem. Hát beszéli a közös nyelvet. Így van. Megtanul Dothrakiul. Igen. A Dothraki és a közös nyelv mellett van még olyan nem tudom, csoport, van-e olyan... akivel beszélget más nyelven? Ezen gondolkozom, mondja, hogy a, akivel érintkezik, az az én emlékeim szerint az, az valójában ez a kettő. De hogy én tévedhetek nagyot. Ezért mondom, hogy én még tudok segíteni. Mik a válaszlehetőségek? Egy, kettő vagy három? Igen. Igazából nem vesztek semmit. A... hát. Igen. Igen. Mi a harmadik? Hát a rabszolgatartó városokban... Felső Valériai úr. Nem beszél. Na, Havercs után kapsz még egy kardot. Tényleg. Azt mondta Havercs után. Az még nem... egy kardot, és én meg fogom ezt venni. Hát, ha kijön valami értelmesebb. Hát, ha kijön valami értelmesebb. És ott van a kardszimbólum, Bronnon. A köröd kezdetén elvehetsz egy lovacskásat bármelyik lokációról, ahol van legalább egy ilyen üzésem, egy pálcikásom. Hát az a helyzet, hogyha mindenképpen azt szeretnénk megakadályozni, hogy a zöld játékos de miért nyerjen, ezt akarod megakadályozni? És mert mondjuk önös érdekeim, de hát... szem előtt nézem, akkor mindenképpen D-vet fogom megszivatni, úgyhogy én megyek egy hármassal ide. Miért? Győzelemre hajtok. Ja! Jó. Így már értem. Mondom akkor a kérdéseket, jó? Lássuk. A legelső kérdés az az, hogy amikor Catelyn Stark először egy ilyen imakereket csinált. Uh-huh. Te ne magyarázzad túl. Akkor miért imádkozott? Azért, hogy Robb túlélje a csatát, vagy hogy Jon Snow túléljen egy betegséget még gyerekként, a pox az a... Az a himlőt. Himlőt, igen. Vagy hogy Arya biztonságban hazatérjen. Tehát, hogy Robb túléljen egy... Amikor először csinált ilyet. Uh-huh. Akkor az azért volt, mert hogy Robb túléljen egy csatát, hogy Jon Snow gyerekként túlélje a himlőt, vagy hogy Arya hazatérjen. Szerintem, hogy Robb túlélje a csatát. Nem? Arya? Jon. És ez duplán szopó. Ezt mesélt el a Cersei-nek. Szét fognak szopatni. Ez az egyik részem, ami kellemetlen. Nagyon jó, nagyon jó. Te jössz. Én jövök. Én olvasok kérdést. Nem? De. Ó, Istenem. Csak baj van veletek. Jó, használom. Úgyis engem fogtok beszopatni a végén. Úgyhogy használom Melisandre-t. Azt tudja, hogy levehetek egy markert magamtól, és aztán valakinek két ugyanolyan markerét levehetem a tábláról. Aha. Szép. Hogy hagytam ezt? Ja. Hát azzal nem lenne beljebb, ja. De így meg igen. Úgy alakult az élet, hogy vezetek. Szerintem befordul. Szerintem engem lett meg ez a legjobban. Tehát, hogy összealamizsne ezt, amit magamnak három területet. God knows how. Kaci próbál minket felbújtani, hogy mégse nyerjen Dave. De hát... Lássuk be! De én azt mondom a Macinak, hogy inkább nyerjen Viki. Hogyha átrakjuk a Kaci egyikét a Dave másiké, ahova akkor mind a ketten veszítenek egy-egy pontot. És akkor Viki nyert. Figyelj, mind a ketten próbálnak minket meggyőzni arról, hogy nekik segítsünk, de ezzel a lépéssel
mind a kettőt egyszerre meg tudod. Én nem arra kérlek, hogy nekem segíts. Na arra kérlek, hogy a D-vel basz ki. Figyelj, én azt mondanám, hogy Dragonfortot kéne valahogy megkaparintanod. Nekem? Aha. Mert abban az esetben én például ezt áthelyezném ide, uh-huh. És akkor már egyel kevesebb van a jó embernek, és akkor gyakorlatilag totális holtverseny lesz. Ja. Halkan megjegyzem, hogy most te jössz, ugye? Én jövök. Kaci jön? Igen. Ja, várjál, nem. Fenét lesz holtverseny, mert akkor viszont te fogod megnyerni. Az nem jó. Az se jó. Az nem annyira reméltem, hogy nem veszed észre. Azt nem akarjuk. Nem, az semmiképp. Te két területet be tudsz biztosítani magadnak. Ez így van. De itt valaki biztosan hárommal fog nyerni. Ha csak nem söpröm le az asztalt véletlenül. Na, hova rakjam ezt? Már ide tettem. Jó, nyilván ide tettem, de... Na, húzz egy kérdést. Jó, oda bekeverted a legnehezebbet, mi? Egyest raktál oda? Igen. Ne azt olvasd. Danny vérlovagja Rakaro. Szóval a Rakaro nevű vérlovagja. Igen. Mit mond Sir Jorah páncéljára, mielőtt Sir Jorah kijavítja? Azt mondja rá, hogy fémruha, azt mondja rá, hogy vasbőr, vagy azt mondja rá, hogy lassú kard. Nem kard, lassú fém. Penge. Annyival jobb lenne egyébként, hogyha angolul olvasnád fel, és akkor lenne bármi értelme a kérdésnek. Okay. Szóval mit mond neki? Steel dress, iron skin, vagy slow steel? Skin, és... Mi van? Hogy a bőr ebből a szempontból annyira kétértelmű. Iron skin. Igen, csak hogy a bőr ebből a szempontból nagyon kétértelmű. Értem. Az elsőt kizárnám, és Iron Skin a második, és mi a harmadik? Slow steel. Vagy a második, vagy a harmadik. Nyilván lehet a harmadik is, mert nyilván sokkal kevésbé mozgékony. Iron Skin. Amit kizártál. Annyira próbáltam nem örülni, annyira néztem a szemem sarkában, hogy nehogy te is örülj neki. Nem. Én nagyon szomorú vagyok, amikor kacsiak nem össze valami. Kérlek. Utolsó kör! Dam-dam-dam-dam! Nekem amúgy esélyem sincs segítséget kérni soha, mert mindig az van, hogy így végig felhozza, és így mind a három így, aha, mi a kérdés? És így, nyilván nem segített volna nekem senki, de... Én segítettem volna, Kaci. De nem bízol bennem teljes joggal. Picture in picture. Nehogy már picture round van! Várjál, mert először használom a kártyáimat. Igen. Az a kérdés, hogy biztos erre nem akarod használni őket. Mit tud a Bron? Ezzel át tudsz... Bron. Ja, Bron. Az, hogy a kör elején elmozdíthatsz egy lovacskát, és a helyére teheted egy saját ilyen lovagodat. Nem. Ha van egy parasztod... Ja, ha van egy parasztod, akkor megölhetsz ott egy lovat. Igen, uh-huh. Bocs. Tehát, hogy... Szóval, hogyha mondjuk a maci lenne, akkor... Ja, nem. Igen, ha itt ez egy ló lenne, akkor a maci megölhetni a lovamat. Tehát mondjuk a kaci megölhetni a dévet. Igen. De neked nincsen, úgyhogy azt nem fogod használni. Igen. Úgyhogy még ez Arián lehet, kiesik. Hogy... Ja. Hogyha rosszul válaszolsz, akkor lerakhatsz egy pacit valahova, de nincsen pacid, úgyhogy nem fogsz pacit lerakni. Neked mit tud a kártyád? Nekem azt tudja, hogy le tudom venni valakinek a valamilyennyét, és áttehetem egy másik helyre. Át tudod rakni máshová. Tehát például át tudja rakni innen a téret ide, és nagyon el fogod ezt foglalni. Akkor elveszem a te kártyádat. Eldobatom veled a kártyádat.
Figyelj, bármikor találsz egy közepesen intelligens dekoratív lányt ehhez a csatornához, amit csináltok. Viktória! És ezt leteszem ide, ugye felhasználva ezt a kártyámat, és egyel nekiindulok ennek. Szóval egy kérdést szeretnék. Jó. Ne abból, itt van. Ja. Vágd el! Mert ez amúgy mit tud? Az, hogy használhatja egy ugyanolyan izenek képességet. De én már nem használhatok majd. Hát simán lehet, hogy igen. Mert jó, az nem biztos, hogy start of the turn-ös, hanem... Tehát annak a helyére feljöhet egy... Olyan, amit azonnal jó. Tudok használni. Jó. Vagy amilyen kondicionális. Flayed Man. Már csak azért van a szebb, ha Dreadfordban van ez a harc, de... Csak egy egyet. Nagyon nehéz kérdés lesz. Melyik háznak a címere ez? Nem hiszem el. A Boltoni. Jó, azok könnyűek, úgy látszik. Na, és akkor most megveszem ezt, és nézzük, hogy mi jön ki helyette, hátha. Kérlek szépen, Danny jött ki. És mit tud? A start of the turn-ös. A start of the turn, remove to 2 ilyen lovagot, replace them with your own lovag, and skip the rest of your turn. Mindegy, azt már senki nem tudja használni. Ja, viszont az elég OP. Miért nem lehet, miért ne tudnám én azt használni? Azért, Ariával? Mert Edd... Dam-dam-dam! Tehát a... Egyre jobban tetszik ez a játék, nagyon jó! Tehát, hogyha én mondjuk Ariával úgy döntök, hogy... the start of you remove up to 2 from the board, igen. 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 Akkor én például esetleg tudom azt csinálni, hogy... Várj! Hatalmas már rendesen. Szóval, uh-huh. Hogy egyest vehetsz le, és a sajátomat és a sajátomat tudom lerakni. Mert... Viszont ugye nincs köröd. Igen. Kaci, te hogy állsz? Te jössz még ebben a körben? Igen. Hát nincs a választási lehet. Ja, 3 van. Igen, mert az a helyzet, hogy Maci most nagy hátrányban van. Mert hogy elvették azt a lapját, úgyhogy igen. Azt feleslegesen venném le. Úgyhogy értelemszerűen leveszem őt, köszönöm szépen, illetve még akár, nem is tudom, hogy melyiket vegyem még le. Érdekfeszítő. Vajon mit fog lépni a fiatalember? Jó, megvertél, igen, gratulálunk, ja. Haladjunk nem, tovább. Nem, ez a tiéd, hát én nem akarom elvenni. Körbefogtuk a lovacskát. Túl szép volt, hogy igaz legyen. Ez így van. És akkor ő elkerül? Nem, miért kell? Ja, mert használtad, aha, igen, mind a kettő, meg ami a kezedben van az is. Meg az is. És akkor feljön még egy, ami azt tudja, hogy Eddard Stark a köröd elején egy koronát lehelyezhetsz bármelyik helyszínre, és utána skippeled a körödet. Mindegy, mert senki nem tudja használni. Ja. Szóval Dave skippeli a körét. Mert hogy nekem ez volt a köröm, sajnos. És akkor most a Dave-el nyerésre. Igen. És akkor te skippelted a köröd? Hát igen. Nekem muszáj volt, mert hogy én nekem más esélyem nem volt, tehát ennél jobban basszus, nem jártam. Ha nem veszem meg figyelj, ezt. Figyelj, Viki. Nagyon jó volt, az a helyzet, nagyon reménykedtem benne. Viki, figyelj rám, az a helyzet, hogy most úgy állunk, hogy egyetlen esélyünk van, hogy valamit kihozunk ebből a játékból, hogyha én ezt a 3-as koronát elhelyezem, és megverek például egy ilyen zöldet, akkor nekem igen. Lesz 3 köröm, de akkor még a Dave-nek is 3 van. Hát de miért nem Dave-től ha viszont Dave-től veszek el, akkor viszont mi leszünk holt versenyben majd. De ő még jön. És ő még jön. És akkor az ő megnyeri.
Tehát, hogy ő meg fogja tudni ezt nyerni. Igen. És az a baj, neki csak ennyit kell tennie, hogy ide tesz egy zöldet. Aha. Nézd rám! Ha valakinek nyernie kell, akkor ne inkább én nyerjek, mint ő. De mi lenne akkor... Ilyenkor átértékeled. Mi lenne akkor, ha nem adnánk biztosan Dave kezébe a győzelmet? Mert? Mert, hogyha Kac... Akkor még van esély, hogy igen, tehát, hogy én lehet, hogy... Tehát, hogy nekem nem biztos, hogy meg lesz, nekem ahhoz, hogy helyesen kell válaszolni. Ez az előbb se sikerül. Szóval van rá kis esély, hogy meg tudjuk verni a Kacit. Vagy adhatjuk Dave kezébe a biztos győzelmet. De nem tudjuk megverni a Kacit. De tehát, ha döntetlen van, akkor nem tudom mi alapján oszlik el. De akkor lehet akkor, akkor kérdés, válasz. Aki többet választ. Tehát, hogy akkor nekem kettőm én lesz. Én döntetlen párti vagyok továbbra is, úgyhogy Dave, ne haragudj, de ezzel meg kell próbálkozni. Jó, és akkor segítek neked. Uh-huh. Jó. Na. Hogy összefújja így a szemetet a szél a végére. Akarod te olvasni a kérdést, hogy akarom. Én is tudjak segíteni a macinak? Nem. Szóval a régi mesékben van egy... Rakd bejjem, mert Viki nézi. Nem nézem, a kutyát nézem. Aha. Szóval a régi mesékben van egy... Ezt nem is ide kell nagy kár érte. Hanem ide kell nagy kár érte. Mert hogy az oda már lekerült. Nem kezdte el. Tehát mondtam, hogy azt nem oda kell tenni, hanem oda. Viki, egy videós bizonyítékom van arról, amikor egy egyest akartam egy kettesre cserélni. Akkor mi történt éppen a játékban? Én már nem emlékszem rá. De én még emlékszem. Te, Maci, megkérdezhetem, hogy te milyen módszerekkel szeretnél nyerni. Tehát, hogy erre a győzelemre büszke leszel-e? Igen, mert tudod-e, hogy tudod, Dév, ez a trónok harca. Kaci? Engedélyezel ilyet? Én Svájc vagyok. Hát figyelj, faszt vagy te, Svájc. Ez egy családbarát csapolna, az a helyzet, hogy ha oda átrakja, akkor nyerhet ő. De 3-2 az övé. Levehet egy figurát, amikor... Oda raksz egy markert, akkor nem lehetsz. Akkor meg nincs jelentősége. Nincsen, akkor csak ne tudd. Régi történetekben, amikor a White Walkerek északról inváziót indítanak, akkor mindig van egy szörnyeteg, ami kíséri őket. Mi az a szörnyeteg? Ez a Yeti, a Snow Worm, az ilyen féreg, jégféreg, vagy Ice Spiders, vagyis ilyen jégpókok. Tehát Yeti jön velük, vagy ilyen Snow, hát a Worm az igazából ilyen sárkányos dolog is, ilyen sárkányszerű dolog is lehet, vagy az Ice Spiders. Hát én a Yetire tippelek, de hát ugye nagyon könnyen... Köszönöm, kimondtad a Yetire. Nagyon könnyen tudom segítségül hívni Viktóriát, aki besegíthet ebben, aki azt mondja erre, hogy... A harmadik. Ice Spiders, valóban. Ne. Milyen kapcsolatban áll Viserys Targaryen, és az őt, az Iron Throne őt megelőző... Ne sorrendben jogos örököse, Rhaegar Targaryen. Tehát Viserys és Rhaegar milyen kapcsolatban állnak? Unokaöccs is. Unokabáty, kuzinok, vagy testvérek? Rhaegar és Viserys. Én, ha tippelnék, tehát feltételes módon, akkor a harmadikra, de Viktóriát segítségül hívom, hogy kisegítsen. Igazad volt. A harmadik? A harmadik? Igen. Testvérek. Ez valóban, a válasz. Valóban, ez a válasz. Nagyon jó vagyok eddig, ugye eddig? Nagyon jó vagyok! Látod? Nagyon jó! A harmadik és egy utolsó kérdés, hogy a Trónok harca sorozat kezdetén... Ki írta? David Benioff és a másiknak nem emlékszem. Bobby. Szóval a sorozat kezdetén hány Targaryen van életben? 1, 2, vagy 3? Ó, sorozat! A Game of Thrones series. Hány Targaryen van ekkor életben? 1, 2, avagy 3? Hát a Dany meg a tesója, ők 2, tehát hogy ez már így az oké. Az biztos.
De hogy van-e még rajta kívül, vagy rajtuk kívül? Igen. Ez bizony a kérdés. Hú! Első négy évad. Első négy évad. Akkor, ha tippelnék, akkor azt mondanám, hogy az első négy évadban nincs több Targaryen, de segítségül hívom ismételten Viktóriát. Én is így tippelem. Tehát akkor a helyes válasz szerintünk a kettő. A kártya szerint a három. Mi? Bazd meg tényleg! Ez egy hülyeség! Jó, de kapcsatok két kardot, az milyen jó már. Kaci, inkább te nyerjél, mint ezek, esküszöm. Várjál, ja. Ezt megnézzük, hogy ki az a három. Hogy lett ebből a játékból hát a harmadik, ez, hogy soha harmadik... többet nem beszélünk? Ez a trónok. A harmadik az a csáva, aki ugye megpróbálta megszelidíteni, aki Martell igazából, a Martell nevet viseli, de igazából van benne Targaryen vér, aki ugye megpróbálta megszelidíteni a sárkányokat. Jó, köszönjük szépen utólag, okos kapitány! De én azt hittem, hogy ő később jött be. Hát, ez igazán kár. Azért jól vagytok? Várj! Nem azt a kártyát kellett volna olvasni! Tényleg! Mert képes felállni. Micsoda játék, úristen, micsoda játék! Te jó ég, azt a mindenit! Hát miket hogy? Tartogat még ez a játék? Lawyer, tényleg. Jó ég, azt a... Hát ez jobb, mint egy bármelyik Random Trónok harc epizód. Hát micsoda fordulatok, öcsém! Bizonyán, remélem élvezitek az utolsó alkalmat, hogy itt vagytok ezen a csatornán. Hát ez csodálatos! Én emelhetek? Nem. Szeretnék pedig. Hodor! Mindegyik, Hodor. Hodor. Egy hármas traktár. Mi a bete neve ennek a karakternek? Hodor. Ó, nem kértél segítséget. Kérj segítséget. Mi segítséget. A karakter első szava. Hodor. Igen, first line of dialogue. A yes, my lord, a Hodor, vagy a where am I? Szerinted, Viki? Én azt tippelem, hogy a Hodor lesz az. Jó. Nagy, eddig jó. Eddig jó vagyunk. Kettőből kettő. A harmadik kérdés... Itt véreztünk el az előbb is, úgyhogy nagyon figyelj, Viki. Igen, de majd lesz még egy esélyetek valahogy, jó? A harmadik kérdés pedig az, hogy ez a karakter nyilván abnormálisan magas. Az alábbi három hány karakter... Centi? Az alábbi centi? Három karakter hány közül ki a legmagasabb? A. Brienne, B. Greyjoy Umber, azt hiszem Nagyordó Umberként van a magyarban, vagy Hodor. Bazd meg! Maci, nem tudok elég hálás lenni ezért a kérdésért. Az, hogy a fostalig a szar Harrenhalért micsoda küzdelem megy. Benne oda a kutya, nem is emlékszem rá a sorozatból. De sem, tehát, hogy 45 mi történt ott egyáltalán? Az egy rom egyébként. De jó, és ezért harcolunk komolyan. Ott volt pohárnak az Arya. Őszinte leszek. Ő nem Custer Rom? A Brienne most olyan magasabb lehet, mint a Hodor. Várj, a sorozatról van szó. Igen. Az Umbert szerintem kiejthetjük. Azt valahogy én is kizárnám. Tehát, hogy nekem bár lehet, hogy ez a catch benne, érted? Hogy Akbar magasabb? Annyira egyszerű lett volna, hogyha közte van a hegy. Annyira egyszerű. Mert hogy a hegy alacsony. Figyelj, én hazárdíroznék, és ugye azt mondtam, hogy ennek a kártyának minden válasza az lesz, hogy Hodor. Úgyhogy én bevállalnám azt, hogy Hodor. Hodor. Micsoda játék, úristen! Gyűlöletes szar. Azt a mindenit. Very nice, my very friend. Nice, very nice, very nice. Na,
teljesen mindegy, hogy hogy szopatod be. Az a lényeg, hogy nagyon. Mivel tudok segíteni? Van valahol egy paci, vagy ezért le akarsz rakni? Neked két területed van. Odaadom. Nem érdekel. De innen ki is verheted a paciát. Jaj, tényleg. Ne harag, ugye ez a tiéd. Csak ja, és kapsz kettő kardot. Én csak egyet kaptam. Amúgy ez a Remzi. El kellett volna használnom rád a játék elején, hogy kiszölt minden felből. És gondoltam, hogy most legyen, ebben a körben David Redfordból, de ugye kijátszotta azt a karaktert, amivel nem kellett kérdésre válaszolnia. Szívesen. Én húzok neked. Ja, te nem, ő emel. Mindenki magának emel, csak neked emel, Dave. Igen, szívesen. Te figyelj! És ez megint könnyű. De megvan, hogy mit emeltem neked. De most írtál, nem figyeltem, hogy te most így hová raktál, és mit? Még nem raktam. Még nem raktál. Az nem ér, mert nem tudod, nem mondtad meg, hogy mennyit. Jó, egy pontot kell szereznem csak. Az a baj. Jó, gondolkozzunk. Dave-nek most csak kettője van. Macinak Három. Ja nem, kettő. Kettője van. Most mindenkinek csak kettője van. Igen. Hogy tudsz magadnak adni még egyet? Hát úgy, hogyha ezt elfoglalja. Jó, ötlet volt engem szopatni? De ha nem sikerül neki... Jó, minek a szigzsője az? Tehát, érted? Melyik család címere látható a kártyán? Kitalálom. Várjál. Az. Melyik család címere ez, Kaci? Ezt nem adjuk oda úgy válasz lehetőséget. De tényleg. Tehát hogy ezzel ezt most így kell megküzdened. De azért megnézed, gratulálok. Hát honnan? Az az Arin család címere. Sajnos nem, mert attól éjjel. Nem, mert a Talié hal. Nem. Ez a kártya szerint nem. Igaz, hogy Lisa Tully John Arryn felesége volt, de az Arryn ház címe. Ez volt helyes? Jó, húzzak újat? Megnyeretted. Húzz újat. Jó, mondjuk a három hodoros választott el, az Arryn sem olyan rossz. És leemelem a Tullyt, jó? Jó lesz. Pedig tudtam, hol a Tali. Szóval a játék az úgy végződött, hogy... Csak egyet szeretnék mondani. Ha nem lázadsz fel... Ezt fölöslegesen csinálod. Ha nem lázadsz fel, hogy esetleg te nyerj, ne a Kaci, akkor lehet, hogy leverhettük volna a Kacit. Ha nem csak saját magadra gondolsz. Tehát ti megakadályoztatok engem abban, hogy nyerjek, beszopattatok engem, nem törődve azzal, hogy Kacinak egyetlen egy dolog kellett ahhoz, hogy nyerjen. Ezért én vagyok a fasz. Értem, Viki. Mert ahelyett, hogy... Viki, engedd meg, hogy azt mondjak neked egyetlen egy dolgot. Én azt is szeretném mondani, igen, úgy neked lett volna három. Hogy... Tessék? A igen, Maci most van meg Macinak először, is. Tehát döntetlen Macinak az első. Macinak kettője lett volna ugyanúgy. És ő engem nem bevitt a málnásba. De, mert a Maci döntetlen van most. Ja, mert elvitte azt a kis kártyácskádat tényleg. Bezony. Ki vitte el azt a kártyádat? Ezért imádom a trónokoncet! Te voltál az a rohadék, igen, rád nézünk. Én. Te vitted el a kártyámat. A kártyáját, amivel megnyerte volna. Te sem is ízetted meg. Nem tudom, miről beszéltek. Nem tudod? Nem emlékszel erre a kártyára? Nem. Meg nem. Erre a másikra? Nem. Uh-huh. Na, ezt a játékot ugyanaz ember dizájnolta, mint aki a Doom-ot. Aha. Jó. Szerintem ebben a játékban az a csodálatos, hogy mindannyiatokat gyűlöl. Ez annyira... Tehát, hogy egy buta trivia gameből hogyan lett a trónokharca életérzést tökéletesen összefoglaló játék, azt nagyon imádom. És egyébként az a vicces, hogy kb. Az első négy körben még így nem is éreztük ennek a súlyát, és valahol az első képválasztósnál jött az, hogy ott... De szépen lassan rád krípel. Tehát ahogy így jöttek a kártyák, amivel lehet szopatni egymást, meg megteltek a területek, igen, és el kellett kezdeni mindenképpen konfrontálódni. De az első négy kör az relatív békében telt. Onnantól kezdve szépen mindenki kimagadhatta a fogafehérjét,
Viki önmaga volt végig, ami nyilván számítottunk. Legalább az utolsó helyen vagy? Nem. Nekem is. A Kacinak van 3, és mindannyiunknak 2. 3-as volt verseny van a második helyen. Igen, azt utálom a legjobban. Azt utálom a legjobban. Amikor... Legyek inkább utolsó, mint veletek második. Akinek a legtöbb markere van a boldon. Igen. Neked van 2, 4, nekem van 4. Akkor Viki vesztett, az úgy már sokkal jobban lett, szívesebben osztom meg ezt. Vikivel bármit. A börtöncellán kívül. Kedves édesanyja, ez hogy van? Jobban kéne viselni ezt a verességet, igen, az a helyzet. Igen, igen. Figyelj, te mikor álltál át oda? When or you die? Látod, már véget ért a játék, és igen, még mindig zajlik. Ebben a játékban hát vagy 5-ször állt mellém, és árult el. Tehát, hogy a végén úgy zártunk, hogy gyűlöllek szívből, ne aggódj. De... Azt, hogy egy 3-ast összecsaltatok magatoknak, az is undorító. Összecsaltunk? Hát csak tudtuk a szabályokat! Ja, tényleg. Nem csaltunk, csak mindig kikérte a segítségemet, én pedig segítettem. És aztán emlékszel, amikor kiderült, hogy rosszból húztunk? És... Na, szóval ennyit tud ez a játék, Viki vesztett. Ennyi történt. Tehát, hogy ha valamilyen tanulságot magatokkal szeretnétek vinni, akkor ez a játék, ez rohadékságban egy Munchkin biturbo, ez egyértelmű, mert valahogy mélyen érintenek ezek a dolgok. Tehát amikor egymás oldalán harcolunk körökön keresztül, majd az első adandó alkalommal húgyozod le a szerződést, amit kötöttünk, az... Te most fáj. Hozzám beszélsz, vagy... Nyilván hozzád beszélek! Tőle, meg tőle nem vártam szart se! A Lannisterek üdvözletüket küldjük. Vele másfél éve játszunk úgy, hogy kooperatív játékokban szopat. Úgyhogy semmilyen elvárásom nincsen. Viki, tudjuk, mert neked nem kell bemutatni. Én szeretnék arra felhívni a figyelmet, hogy ebben a videóban volt egy legalább 5 perces rész, amíg a Dave kedves volt velem. Szeretném, hogyha ha más nem, ezért az egyért megérte ezt a játékot játszani. De ti ezt nem fogjátok látni. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Viccen kívül nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Nektek meg különösen köszönjük, hogy eljöttetek. Az Okos az Új Szexi, az bármennyire is gyűlölöm ezt most kimondani, egy fantasztikus csatorna, és egy üdes színfolt a magyar YouTube-on. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy csináljátok, és azt is, hogy eljöttetek ide. Köszönjük szépen a meghívást. Nektek is. Ne hülyeskedjetek. Ha többet akartok belőlük látni, akkor menjetek át oda, mert ide nem jönnek. Nektek veszem, nagyon-nagyon szépen köszönjük a figyelmet, ne felejtsétek el, hogyha tetszett ez a játék, és sok barátotok van, és kevesebbet akartok, akkor a Szellemlovasban egy kis kedvezménnyel tudjátok megvásárolni a Famed Geeks család tagjaként. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, hamarosan újra találkozunk. Sziasztok! Sziasztok! Szervusztok! Vajon össze tudod úgy vágni, hogy a végén ne ő nyerjen? Ja, simán. Szerintem? Szerintem próbálnom. Hát vegyünk fel egy olyat, hogy... Várjál, még egy olyat vegyünk fel, hogy... Hogy én nyerek. Legyen hihető. Köszönöm szépen, szerettem megnyerni ezt a játékot. Maci, fantasztikus. Igen. Nagyon-nagyon durva volt a vége. Jó, örülök, hogy végül te nyertél, nem a Kaci. Szép volt. Köszönöm szép szépen, volt. Ez volt, meg, nagyon jók voltatok. Nagyon jók voltatok. Nagyon jók voltatok. Köszönöm a játékot. Köszönjük szépen. Sziasztok! Sziasztok! Ez a legszomorúbb volt. Nem nyissák a kacsicsát?